a téli időszak legalább olyan nehéz és megterhelő egy állat számára, mint a nyári kánikula. Ilyenkor érdemes pótolni a szervezetükben a B-vitamint. Ezt jobb minőségű, zsírosabb táplálékkal is megtehetjük, de akár étrendkiegészítő tablettákat is adhatunk az állatoknak. A lakásban tartott kutyák egy-egy séta alkalmával a hirtelen hőmérséklet változás miatt hamar meghűlhetnek, tüdőgyulladást kaphatnak. A kistestűekre ezért érdemes meleg, vízhatlan kabátot adni. Télen gyakran sózzák az utakat, ami hamar kikezdi a puha mancsokat. Ez ellen krémekkel tudunk védekezni. Azonban nem csak a bent tartott kutyákat viseli meg a hőmérséklet változás. A szívünk szakad meg, amikor kicsi 5-6 kilós rövidszűrű tacskók dideregnek az udvarokon, vagy akár egy francia bulldog is például, ha már fajta kutyákról beszélünk, de ha keverékekről, akkor is. Próbáljunk meg mindig a testméretből kiindulni, illetve abból, hogy mi vajon mit éreznénk, ha nekünk kellene egész nap kint tölteni a hidegben a napunkat, az éjszakáról nem is beszélve. Nagyon fontos az, hogy zárt és fedett helyen legyen ugye a háza a kutyának, hát a ház az egy alapvető történet. A vashordó, a tákolmányok, a kis fekhelyek, a papírdobozok egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy a kutyát felmelegítsék. Vagy adott esetben ugye a macskát is, hiszen sok-sok kint tartott macskáról is beszélünk. Egy macska azért leleményesebb, megtalálja a meleg helyeket, bebújik garázsba, ide-oda, amoda, egy kutya viszont erre nem képes. Ha már kinti kutyáról beszélünk, akkor fontos, hogy hőszigetelt, jól zárható háza legyen, tehát minden oldalról körülvet, ne legyen rajta lyuk, ne tudjon átfújni a szél, és hát ne essen be az eső, a hó. Rongy és párna helyett viszont érdemes szalmával bélelni a kutyaházat. Bár piszkosabb, de szárazon tartja a házat és a kutyát, hamarabb megszárad és jobban tartja a hőt. Az ivóvíz hamar befagyhat, ezért ha napközben nem is tudjuk cserélni, reggel és este mindenképp tegyünk az állatok elé langyos vizet. Ha valamiért muszáj kikötni a kutyát, gondoskodjunk róla, hogy mozoghasson, mert ha nincs lehetősége futással felmelegíteni magát, akkor tüdőgyulladást is kaphat a kutya, extrém hidegben azonnal meg is halhat. Felelős állatbarátként pedig kóborállatlátán is sokat tehetünk, hogy megvédjük a fagyhaláltól. Ha tőlünk jogosan egyébként, hisz állatvédőszervezet vagyunk, elvárják az emberek, hogy 180-200 kutya közé még csak egynek szorítsunk helyet, akkor fordítsuk meg a dolgot, és próbáljunk meg azt, hogy esetleg ők szorítanak nekik egy kis helyet, akár egy kert végében, akár egy melléképületben, vagy bárhol máshol. Én azt gondolom, hogy nem megoldhatatlan ez a probléma, hogyha valaki tényleg valóban segíteni akar, és akár a saját, illetve az állat élete is múlhat ezen a történeten. Úgyhogy tudjuk, hogy ki kell lépni a komfortzónából sok esetben, és tudjuk azt, hogy sok esetben nagyon nehéz ezt megoldani, viszont sok-sok jó tapasztalatunk is van, tehát tapasztaljuk azt, hogy aki igazán tényleg segíteni akar egy állaton, ő meg tudja oldani, ha saját magánál nem, akkor bekönyörgi ismerőshöz bárhol, és onnan már sokkal könnyebb egyébként segítséget kérni, tehát ha már az állat biztonságban van, akkor mi nagyon szívesen segítünk abban, vagy megpróbálunk abban segíteni, hogy gazdit találjon, esetleg egy másik befogadót, vagy esetleg egy szervezetet találni neki, aki gondoskodik róla a továbbiakban. Tehát igyekszünk nem magára hagyni azokat az embereket, akik esélyt adnak egy-egy állatnak. Tapasztalatok szerint megoldódnak ezek a helyzetek, nem ragad be sehol évekre egy kutya. Nyíregyházán a gyepmesteri telep illetékes a kóbor állatok esetében, míg az Állatbarát Alapítvány elsősorban a balesetes kutyákat tudja befogadni.